Na, császkészészkénytel pedig itt a következő videóval és a Brawl Stars 0-ról sorozatunk folytatása lesz. Igen, pusoltam egy pár kupát, és én nagyon picit szektem meg a szabályt, amit ígértem, mert azt mondtam, hogy ettől a powerpoint, ami itt van Bull előtt, innentől nem nyitok boxot 2000 kupáig, na hát a questek azok kellettek nekem, mert akkor több box lesz 2000 kupánál. Szóval ezt egyet nézzétek el, kérlek. Ugye beklémeltem rá a skint is, meg minden. És akkor ma questeket fogunk csinálni, mert ez most egy jó ötlet, és akkor következőleg pedig Bull-lal fogunk játszani. Nézzük meg, mi legyen az első quest. Következő az, hogy 30 ezeret kell healelnem Pokóval. Ez könnyű. Tehát eltaláltuk Pokóra. És Showdownba próbáljuk meg amúgy. Nem Showdownba kéne, az a Shellyvel kéne ott majd menni. Igen, a Showdownt azt majd hagyjuk majd még meg. A Gemgrabben próbálkozzunk ezzel a missionünkkel. És a Gemgrabben fogom megpróbálni szerintem Shellyt is, inkább Brawlballon. És akkor mehetünk. Hát van velünk egy viking, vagy nem viking bull. Mindig, amikor meglátom a szőke hajat bullnak, akkor azt mondom, hogy ez viking bull, de ez nem a bull már. Jaj, ne, majdnem túlélte a bull is. Bocsánat, a internet lagok vannak. Amúgy. Az internetünk eléggé hülye néha. Mert ez mondjuk teljesen felesleges ulti volt. Ténylegesen ez így annyira felesleges ulti volt, amennyire csak lehetett volna egy ulti. Jó, ezt a bolt ezt elkezdjük ülni szépen. Behealelték, nagyszerű. Ja, a Pokónak kellett volna heal. Oh. Healnek számít, hogyha magamat healelem gyakorlatilag, tehát az jó. Szerintem igen amúgy. Nem vagyok benne biztos, de remélem amúgy, hogy ez jó. Magamat healelem. De most healeltem valaki mást is, csak egy biztonság kezvé. Így. Healelünk, mint a vadállat. Ezt egy ilyen mission már egyébként, hogy Pokóval healelni. Ezt a nagy karimon már csináltam, de ott könnyebb volt, mert a dekápót bevittem. Amivel ugye normál lövéssel is tudok hívelni. Hát igen, az egy kicsit így könnyebb volt, bevalljuk. De így is működni fog szerintem bőven. Tú, furcsa az internetem. Nagyon érdekes az az internet néha. Viszont meg is nyertük. Nyilván Star Killer-nyszek. Ez egyértelmű. És már csak nagyon keveset kell amúgy healelni. És utána mehetünk át Shellyre. Azt mondtad, ugye, hogy egy kamerán kívül is pusholhatok, de nem pusholhatok direkt sokat. Most sem... Mennyit pusolhattam, olyan 100 kupát nagyjából, ezt ennyi. Ennyi idő alatt azért az kevésnek számít nagyon. Hílelek egy kicsit azért, hogy közelebb jussak a mission teljesítéséhez. Az internet legegyszerűen nagyon jó, szerintem megvan már a meme of the day-ünk. Komolyan mondom. Behíleljük be méne. Úgy, csapassuk. Nagyszerű, de néha megállok a beszéd, de nem tudom miért, egyébként koncentrálnom kell. A bónak a bombájába felrobbant a róza, szóval ez minden. Minden jó, minden szép, minden király. És sír, még megy a felvétel. Itt a pokkot, azt kinyírjuk szépen.
újra kéne éledniük azért, hogy legyen újra ilyenünk, és akkor már biztos, hogy megvan a heal, mert magamat behealeltem. És nézzük meg, ahogy beadja a mission completed-et. Bam! Nagyszerű self-star token. Vagy nem startoken, token normálisan. Ja, amúgy az update-ről a véleményem, szerintem nagyon jó lett, nekem nagyon tetszik. Viszont van egy-két gondom vele, mert startoken nem kellett volna szerintem kiszedni. De ez csak saját vélemény. Igen, new event unlocked, ugye itt tudnék egy eventet unlockolni. Senki ne vegye ezt figyelembe most. És akkor mehetünk is Shelly-vel brawlba szerintem. Wind kell szerezni. Vagy akkor lehet showdownba kéne, hogy akkor már legyen win. Duo showdownunk. Akkor bemegyek randomokkal duózni. Érdekes lesz. Hármat kell nyernem a szintelővel, ami egész jó. Na hát, ott ennyit azt úgy meg kéne támadni. Mert úgy látszik, hogy a csapattársa egyedül hagyta. De szinte meg is jött a csapattársa. Viszont én már megöltem Nitát. Kivégeztem, mire ideért. Igen, jött a Bibi és segített nekem egy kicsit. Oda megyek a Shellyhez. Azt tudja, elkapom. Meg egyébként a net problémák annak is köszönhető, hogy a Brawl Stars-nak az ilyen netizéje az... Hát na, mondjuk meg, hogy egy eléggé rossz. Nem, tehát egy ilyen... A szervereknek a net problémája, legalábbis az eléggé nagy. A szerverek net problémája. Egyébként mindenki küzdik most ezzel a problémával, hogy nem tud akkuntot váltani, mert a login button nem működik. Tehát segítek egy kicsit, hogyha rányomtok a Play Without-ra, és amikor betölted a tutoriál, tehát ugye ott vagytok a tutoriálból, Shellyvel tudtok menni, ezt így izé beszél nektek a Shelly gyakorlatilag, hogy ezt meg azt meg nem azt csinálj. Vagy fett föl, gémeket, meg ilyesmi, mindegy, amikor a tutoriában vagytok, szerintem tudjátok mi az. Akkor, akkor meg kell nyomni a kilépés gombot. Hát a felvétel eléggé leállt, lényeg az, hogy rányomtok a Play Without-ra. Ugye a tutoriában, tehát kiléptek úgy, hogy teljesen, tehát hogy így lerakjátok a asztalra és ki is húzzátok. És mikor visszaléptek, akkor már működik a login. Viszont ezt egy Shelly Challenge-et megcsinálom, és utána lépek is. Mert szerintem elég lesz egy videó. Hát egy pokót kaptunk. Ez elég érdekes. Hát... Rosa Primo kombót. Jó, ezt a pokot kinyírtam, ízibe. Hopp, a Shelly-nek a double kill-je. Shelly szuper, ő nagyon OP. Ennyi. Winning. Ezt el kéne kapni a Jesse-t. Egyszerű. Akkor itt van az utolsó csapatunk. Hát megint lehet a felvétel, ezért bocsánat. Tehát az utolsó kettő challenge-et azt megcsinálom a majd a videón kívül, szerintem. És azt szerintem mára ennyi belőlem most. Szombaton jönni fog egy videó, azt tudom. Előre látom. Amit már amúgy két hete felvettem.
De köszönöm, hogy megnéztétek, tetszett, akkor like, ha nem, akkor is like. Ne felejtsetek el feliratkozni, és találkozunk legközelebb is. Remélhetőleg nyitunk majd valamit 2000 kupán ezekből a boxokból. És köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!